Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretném folytatni az előző történetet, nem tudom, ki látta, ki hallotta. Ábrahám bácsiról kezdtem beszélni, és Lótról. Most folytatom ismét Ábrahámról és Lótról, erről a két különleges emberről fogunk beszélgetni. Ugye nektek is fontos, hogy megismerjük az embereket a Bibliában, meg a mindennapi életben is, meg hogy magunkat is megismerjük. Nos, hát szeretettel köszöntelek benneteket, és remélem, hogy hasznos lesz ez az együttlétünk. Ez alkalommal Mózes első könyvéből, a 13. részből lesz az ige, Isten beszéde. Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe, hogy otthon olvassátok el, kérjetek meg a szüleiteket, vagy a nagyszülőket, hogy olvassák fel nektek ezt a 13. rész, Mózes első könyve, 13. rész. A múltkor azzal kezdtem, hogy Ábrahám, aki Ur-Kasdímban lakott, nagyon messzire, Isten tanácsára elhagyta Ur-Kasdímot, és egy ismeretlen úton elindult. Ez az ismeretlen út egy nagyon csodálatos helyre vezetett, ez az ígéret földjére vezetett ez az út. Ábrahám nem egyedül ment, hanem vitte a feleségét, Sári nénit. De vitte az unokaöccsét is, akit Lótnak hívtak, sőt, vitte magával Lót feleségét is, meg szolgákat, embereket, pásztorokat, sok-sok állata volt, és Ur-Kasdímból elindultak, hogy repülővel, hajón? Nem. Képzeljétek el, hogy gyalog, több száz kilométert gyalog a birkákkal, a kecskékkel, a tehenekkel. Megtéve ez nagyon-nagyon nehéz volt. Megérkeztek aztán a helyre, mindenkinek elállt a lélegzete, mert olyan csodálatos volt az a hely, ahova Isten Ábrahámot és a rokonságát irányította, vezette. És amikor Ábrahám talpa érintette ezt a csodálatos földet, akkor megnyílt az ég, és Isten beszélni kezdett. Szólt Ábrahámhoz, azt mondta Ábrahámnak, hogy utódaid, akik majd ezután fognak születni, azoké lesz ez a föld. Ez az a föld, ahova te érkeztél, ajándék lesz a te leszármazottaid számára. És hát fiaidnak adom ezt a földet, mondta Isten Ábrahámnak. Ábrahám nagy megilletődéssel hallgatta Isten szavát. Hát Isten szavát másképp nem is lehet hallgatni, csak nagyon nagy megilletődéssel. A fiaidnak adom ezt a földet, mondta Isten. Uram, jól hallom, amit mondtál, fiaimnak adod ezt a földet? Kérdezte Ábrahám csodálkozva. De mégis, uram, hát hogy lesz ez?
nekem nincsenek fiaim. Aztán idős vagyok, már a szakállam is kopott, a hajam is rövid már, és itt-ott lyukak vannak a fejemen. Sára néni is eléggé ráncos már, öregasszony, és hogy, hát, uram, hát hogy gondolod, hogy a fiaimnak adod ezt a csodálatos földet? Ábrahám nyílt szívű ember volt, volt hite, óriási hite volt, és el tudta hinni, amit Isten mondott. Meg volt győződve arról, hogy amit Isten mond, azt valóra is váltja, hogy adni fog neki gyermekeket. Nem tudja, hogy hogyan lesz, de Istennél, hát Istennél, aki a világot teremtette, minden lehetséges. És Ábrahám hitt, Isten szeretette, boldoggá tette őt. Aztán Ábrahám nagy örömében, hogy ilyen üzenetet kapott, egy oltárt épített. Az oltár kőből rakta ki Ábrahám, az oltár felületére lehetett helyezni például az áldozati bárányt, és áldozatul bemutatni Istennek, és hogy Ábrahám elment köveket szedegetni, és végül egy oltárt épített, hogy arra rátehesse majd a bárányt, hogy feláldozza Istennek. És ezzel az oltárépítéssel ki akarta fejezni, hogy mennyire boldog ő, és hogy mondogatta önmagában Ábrahám, hogy fiam fog születni, Sára néni nézett csodálkozva Ábrahám bácsira, és elkezdett mosolyogni magában. Sára néni mosolygott magában, hogy a férje Ábrahám mennyire tud hinni. Sára néninek nem volt olyan nagy hite, mint Ábrahám bácsinak. Ábrahám bácsi óriási. Amit Isten mondott, elhitte. Sára néni hite, döcögött. Itt is, nem is. Mosolygott is, szomorkodott is. Hát ilyen öreg néni volt. De Ábrahám hitt, és türelmesen várt Isten ígéretére. Milyen jó lesz, majd ha gyermekeim születnek. Láttatok már boldog embert, aki szívből tud örülni, nem csak olyan kényszeredett mosolyaga, hogy kitámasztja a száját, hogy úgy tűnjön, hogy mosolyog. Nem ilyen kényszer mosolygása volt Ábrahámnak, hanem újjongott, uram, boldog vagyok, nagyon-nagyon boldog vagyok. Nem is tudom, mit is csináljak. Örömömben. És aztán, hát ő szívből örült. Ti szoktatok-e szívből örülni? És hogy a szüleitek szoktak-e örülni? A családban van-e öröm? Vagy mindig olyan szomorúság van otthon? Vagy te szomorítod meg éppen otthon a szüleidet? Vagy hogy vannak a dolgok? Hát aztán Ábrahám bemutatta az áldozatát, jöttek a hétköznapok, letelepedtek, felállították a sátort, és letelepedtek
azon a helyen, ahova megérkeztek. Mind a ketten, Ábrahám és Lót is tartottak állatokat. Milyen állataik voltak? Voltak birkáik, bárányai, olyan kis aranyos képű bárányai voltak, aztán voltak büszke kecskebakok, szerény kecskenénik, akik így mindig a füvet figyelték, hogy mi is lesz, hogy is lesz a kecskenénik. Hát aztán voltak szamarak is, nagy fülű szamarak, akik néztek jobbra, néztek balra, mi lesz most itt, letelepedünk, nem vacsorázunk, itt most le kell telepedni, mindenkinek le kell feküdni. Hát sok állatuk volt, Lótnak is, és nagyon meggazdagodtak mindnyájan. Ha sok állata volt valakinek, akkor azt mondták, hogy ez egy gazdag ember. Ma, ha valakinek sok pénze van, akkor azt mondják, ez egy gazdag ember. Nagyon gazdag, milliómos, milliárdos. Akinek pedig régen sok kecskéje, sok birkája, sok tehene, ökre, barma volt, az gazdag volt. Mert eladott egy kecskét, és már is megvolt az ebédre való, ha ment a piacra az asszony. Tehát újabb bárányok születtek, újabb kecskék születtek, újabb szamarak születtek, újabb tehenek születtek, és nagyobb legerőre lett volna szükség, mert mindegyik harapta a füvet, harapta a füvet, mindegyik a szamár is harapta a füvet, a kecske is, a birka is, a bárány is harapta a füvet, harapta, kutya nem harapta, a kutya nem harapta a füvet, de a birkák harapták, és lassan kevés lett a legelő, mind lelegelték a füvet. És nem minden barinak jutott fű, ezért a kis báránykák sírtak, és panaszkodtak az anyjuknak, hogy ne, éhes vagyok, nincs fű. És bőgtek, hisztisztek, toporzékoltak a lábukkal, elvetették magukat a földre, nincs fű. Jaj, de korog a gyomrom, anyukám, mi lesz velem? Hát igen, és hát a gyerekek ott mindig sírtak, bőgtek, és a pásztorok idegesek lettek ettől a sok gyerek sírástól. Idegesek lettek. És az lett a vége, hogy a Lótnak is sok birkája volt, Ábrahámnak is, és a pásztorok összevesztek egymással. Összeveszett a Lót pásztora az Ábrahám pásztorával, a Lót pásztorai az Ábrahám pásztoraival, mert kicsi volt a legelő, és a Lót kecskéjé lelegelték az Ábrahám bárányai elől a füvet, kicsi volt a legelő, és a Lót pásztorai ordítoztak, hogy aztán meg átjöttek az Ábrahám bikái, és azok legelték le a füvet, ordítoztak Ábrahám pásztoraival, hogy menjetek innen, mert ha nem, nagy baj lesz, előveszem a botot, és elkergetlek benneteket. Lót pásztorai ordítoztak Ábrahám pásztoraival, vigyétek innen Ábrahám birkái, kecskéi, és ami van, mi pedig nem megyünk.
mi maradunk, nem megyünk innen, mondták Ábrahám szolgái, pásztorai. Úgyhogy a pásztorok összekaptak, birkóztak is, képzeljétek el. A Lót pásztorai a földhöz vágták Ábrahám pásztorait, aztán fordítva Ábrahám pásztorai legyűrték a földre Lót pásztorait, meghúzták egymás szakállát, kiabáltak egymásra. Menj innen, mert a mi tehenünknek, a mi birkánknak kell a legelő. És Isten megszomorodott, hogy Lót és Ábrahám pásztorai mindig veszekszenek. Te is szoktál kiabálni? Szoktál így viselkedni? Tudod, hogy ezzel megszomorítod Istent, ha te így viselkedsz? Na de, ha valaki az Úr Jézus Krisztusba hisz, és az Úr Jézus Krisztusnak adja a szívét és az életét, az persze másképpen viselkedik. Ábrahámnak fájt ez a húzza vonat, cívódás, kiabálás, ordítozás. Ezért úgy döntött Ábrahám, hogy beszélget az unoka öccsével, Lóttal. Ábrahám egy kitűnő lelki gondozó volt, tudta, hogy beszélni kell az unoka öccsével, és nem veszekedni kell. Beszélni kell szépen. És azt mondta Lótnak, hogy itt van ez a hegy, és menjünk fel, és felmentek együtt Ábrahám és Lót a hegyre. És onnan a hegyről messze el lehetett látni. Az egész környéket lehetett látni, a legelőt lehetett látni. És Ábrahám ekkor kérte Lótot, hogy vessenek véget ennek az örökös veszekedésnek, és ő szeretne békében élni vele. És Ábrahám nagy lelkű volt, és azt mondta Lótnak, nézz körül most innen a hegy csúcsáról, és amelyik legelőt választod, az a tied. Ha te jobbra mész, én balra megyek. Ha te balra mész, én jobbra megyek. Válasz, ami neked megfelel. Felcsillant Lótnak a szeme, felcsillant. És meglátta távolban a leggyönyörűbb helyet, ahol a legtöbb fű volt, legnagyobb fű volt. Ott voltak a távolban házak, ott volt város is, Sodoma, Gomora, ott sok ember lakott. És úgy gondolta Lót, hogy erre a csodás helyre, ami hasonlított a paradicsomra, hogy erre a csodálatos helyre, vagyis az édenkertjére hasonlított, olyan szép volt, mint az édenkert. Azt mondta, hogy ez kell nekem. Teljes torkából ordított Lót, ez az, atyám fia Ábrahám, ez kell nekem. És akkor Ábrahám alázatosan azt mondta, jó van, akkor tied a legjobb föld, a legtermékenyebb föld, és hogy váljunk el békében egymástól. De Lót, ne felejtsd, hogyha bármikor bajba kerülnél, vagy segítségre lenne szükséged, szóljál nekem is, azonnal jövök, segítek. És na hát, így történt. Ábrahám pedig alázatosan elfogadta, hogy így vannak a dolgok, hogy övé a gyengébb mező, és Ábrahám Kánán földjén épített magának sátort, és hát abba lakott. És Lót pedig igyekezett Sodoma felé menni, ő pedig úgy gondolta, hogy olyan sok állata van, tud kőműveseket fogadni, ő nem lakik, bizony nem lakik sátorba. A
hanem épít magának egy szép nagy házat. Ablaka lesz, ajtaja lesz, legdivatosabb lesz a teteje, minden, mindenki őt fogja csodálni, hogy milyen háza van, és aztán, hát így volt,